Amikor a keresztény családra gondolunk, szeretünk valami idilli képet elképzelni magunk elé. Ehhez képest eszembe jut egy film, egy amerikai baptista gyülekezet rendszeresen forgat különböző nagy kaliberű filmeket, és ez éppen arról szól, hogy milyen is egy jó keresztény család, illetve egy jó keresztény anyuka. És a film egy vasárnap reggelen kezdődik, amikor anya, apa, gyerekek otthon vannak, és anyuka rohan fel és alá, üldözi gyerekeket, próbál mindent rendbe rakni, és látszik, hogy minden fejetlenség, minden őrültek háza, de amikor odaérnek a gyülekezethez, akkor szépen nyugodtan sétálnak be, akkor mindenki mosolyog mindenkire, és mindenki örül, és mindenki eljátsza azt, hogy milyen tökéletes az élete. Aztán, akkor végre beadja a gyerekeket a gyermekalkalomra, akkor leül a székre, és csak lenyugszik, hogy végre kicsit megszabadult. És sokszor az van bennünk, hogy szeretnénk valami idilli képet mutatni. A keresztény család az olyan hibátlan és tökéletes. De az igazság az, hogy a keresztény családban is vannak nehézségek, akadályok, vagy éppen problémák és fájdalmak. Épp a múlt héten beszéltem egy barátommal és szolgatársammal, aki mondta, hogy a fia meghalt egy autóbalesetben. És a keresztény család nem azt jelenti, hogy teljesen burokban élhetünk, hogy nincsen problémánk, hanem azt jelenti, hogy ha bármilyen nehézségünk is van, tudjuk azt, hogy van kihez fordulnunk, hogy mehetünk Istenhez, mert ő ott áll mellettünk. Hogyha akkor arról beszélünk, hogy mi a keresztény család, akkor azt kell mondani, hogy a keresztény család az az, ahol Isten van a középpontban, ahol ő a család feje. A Galáciai Beliekhez írt levélben azt olvassuk, hogy hogyan is kell hozzáállni egymáshoz, egy férfinak, egy nőnek és a gyereketnek. Szeretjük ezt így külön-külön kiragadni egymásból, az adott igeszakaszból, és azt mondani, hogy a nő dolga az, hogy engedelmeskedjék a férjének. És azt, hogy szeretjük azt mondani, hogy hú, hát igen, mi férfiak, parancsolunk, majd ők engedelmeskednek. De ha megnézzük az igeszakaszt, van másik két dolog is leírva a férfiak számára. Egyrészt az, hogy a férfiak úgy szeressék a feleségüket, mint ahogyan Krisztus szerette az egyházat. Ha tehát szeretnénk elvárni egy engedelmességet a feleségünktől, ami bizonyos szempontból rossz elvárás egyébként, hogyha ilyen elvárásaink vannak, akkor csak akkor vagyunk erre jogosultak, ha előtte készek vagyunk olyan módon szeretni a feleségünket, ahogyan Krisztus az egyházat szerette, és kész volt az életét adni ő érte. Ha mi így gondolunk a feleségünkre, akkor utána már joggal várhatunk el ilyet, de persze akkor nem lesz ilyenfajta elvárásunk. Másrészt pedig az van az igében, nem csak az, hogy a feleség engedeskedjék a férjének, hanem azt mondja az ige, hogy engedeskedjetek egymásnak. És ez nem olyan fajta engedelmesség, hogy valaki parancsol, a másik pedig majd végrehajtja az utasításokat, hanem olyan fajta engedelmesség, hogy kész vagyok magamat alárendelni a másiknak. És a keresztény családnak ez kell, hogy legyen az ismérve, hogy nem magunkra figyelünk, nem én vagyok az első, hanem a másikat akarom előre helyezni. Ahogyan ugye az angol szó az, hogy joy, hogyha Jézus van az első helyen Jesus, második helyen mások, a feleségem vagy a férjem, a gyermekeim, és utána yourself, én magam, akkor lesz abból a joy, az öröm az életünkben. Fontos azt látnunk, hogy amikor a Biblia az engedelmességről beszél, akkor erre hívja fel figyelmet, hogy legyünk készek egymást előre helyezni. Ez tehát az egyik kulcsa annak, hogy mit jelent Krisztusban keresztény családként élni. Egy jól ismert igeszakasz a Bibliából, János 3.16, ahol azt olvassuk, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ezt jól ismerjük, és én is sok éven keresztül mondtam ezt, de igazán akkor értettem meg ezt az igeszakaszt, amikor lett egy gyermekeim. Amikor láttam azt, hogy mit jelent az, hogy van egy gyermek, mit jelent az, hogy ő benne örvendezni, őt látni, milyen szeretettel tudok felé lenni. És belegondolva abba, hogy kéne egy olyan áldozatot hoznom, hogy feladjam a gyermekemet, bárkiért vagy bármiért, nem tudnám megtenni. De Isten mégis kész volt erre, hogy a saját gyermekét áldozza felértünk. És azt gondolom, hogy ez egy követendő minta. Nem arra, hogy feláldozok a gyermekünket, hanem arra, hogy feláldozok önmagunkat, azért, hogy megéljük azt, amire Isten elhívott minket. Egy keresztény családban arra hív el minket Isten, hogy a ránk bizottak ért vállaljunk felelősséget. Azt mondja a Biblia, hogy a gyermek ajándék Istentől. Nem egy olyan fajta ajándékot megkapok, aztán szépen örvendezett neki, felteszem a polcra, dicsesszek vele másoknak, hanem egy olyan ajándék, akivel azt szeretném megtenni, hogy a leginkább ki tudjon fejlődni olyan módon, hogy megélje az élet teljességét, hogy megismerje Istent. A keresztény családnak ez az egyik funkciója, hogy eszközök lesünk arra, hogy a gyermekeink megismerik a mindenható Istent. Hogy úgy ismerjék őt, ahogyan ő szeretné megismertetni magát velünk. Hiszen erre hívott el minket, és ez bízta ránk. Amikor a gyermekemre gondolok, akár őre, akár a másikukra, mindig azon benne imádságként, hogy Uram, add, hogy téged is megismerjenek, hogy tudjanak téged szeretni és követni. És ha úgy élem az életet, hogy ez megvalósuljon, akkor nem érdekel, hogy van egy diplomája, vagy éppen csak valami egyszerű végzettség, vagy akármilyen végzettsége sincsen, de az érdekel, hogy ismerjen mindenható Urat, mert erre lettem én is elhívva. Gondolom, mindenkivel előfordult már az, hogy éjszaka felébred a gyerek, és nem hagy minket pihenni. Egyik éjszaka elnézem arra, amikor kis picúr felébresztett, és
aztán másfél órán keresztül fenn is volt, és persze ezáltal én is fenn voltam, hogy nem volt akkor öröm számomra. És a végén az a fejemben, hogy hogyan nyavajával nem vagy képes aludni, hát nem az nem a dolgot, hogy végre aludjál éjszaka, van mindenki álmos, én is az vagyok, te is az vagyok, az vagy, akkor most már aludjál végre. És hogy ott magamba dühöngtem, hogy miért nem alszik, és mindent tudok pihenni végre, rájöttem arra, hogy a Biblia azt mondja, hogy mindenkor minden kérésünket hálaadásra tárjuk fel Isten előtt. Úgyhogy nekiálltam imádkozni és hálát adni értük, és oda jutottam, hogy a végén már örömmel fogtam és örömmel dajkáltam. Ez nem azt jelenti, hogy abba hagyta volna a sírás, vagy éppen elaludt volna. Nem ő változott meg, hanem én változtam meg. Nem a gyermek hagyta abba a sírást, hanem nekem lett más a hozzáállásom ő hozzá. Azzal, hogy hálával néztem a gyermekre, azzal, hogy hálával voltam a feleségemre, hogy hálát adtam Istennek a családomért, azzal az én bennem való hozzáállás változott meg. Isten nem másokat formált át, úgy, ahogy én szerettem volna, hanem engem formált át, úgy, ahogy ő szerette volna. És azt gondolom, hogy ebben van a kulcs. Akkor tudunk valóban keresztény családdá válni, ha készek vagyunk mi formálódni olyanná, amelyen Isten akar tenni minket annak érdekében, hogy az egész család együtt szolgálhassa őt. Pünkösd előtt majd két héttel hallgassuk Isten igéjét az apostolok cselekedetéről írott könyv első fejezetéből. Néhány verset olvasok. Amikor együtt volt Jézus velük, megparancsolta nekik, ne távozzatok el Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az Atya ígéretét, amelyről hallottátok tőlem, hogy János vízzel keresztelt, ti pedig nem sokára Szentlélekkel kereszteltettek meg. Erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt a föld végső határáig. Egyfajta várakozás, egyfajta feszültség van a tanítványokban, amikor Jézus megjelenik, aztán utána áldozó csütörtökön, amit jövő héten ünneplünk, elmegy közülük a mennybe. Mi fog történni? Mi lesz ezen a néhány napon? Hogyan lesz utána? És a krisztusi üzenet küldetést jelent. Küldetést hordoz magában, tanúim lesztek, legyetek tanúim a föld végső határáig. Talán mai kereszténységünknek ez a legeslegnagyobb kihívása, a tanúságtétel kérdése. A föld azon szeletén, ahol mi most élünk, mintha a kereszténység megfeledkezett volna már erről. Mintha már nem tudna úgy kiállni, ahogyan Jézus parancsolta a tanítványoknak. Csak nehogy arra a sorsa jusson, amely sorsa jutott a laodíciai, a filadelfiai, az efézusi gyülekezet, amelyekről a jelenések könyvében olvasunk. Ott ma már nincs kereszténység. A langyosság elvitte őket. A langyosság hatására ma ott csak muzulmán hitet követők élnek. Mi lesz velünk, ha nem tudunk tanúságot tenni úgy, ahogy Jézus kéri? Ő hitvalló, forró buzgósággal hitet megélő keresztényeket akar, akik kimernek állni a másik ember elé, tanúságot tenni Jézus Krisztusról. Kedves tévénéző testvérem, aki esetleg a kereszténységet követed, mit teszel ennek érdekében? Bátran mész vasárnap misére vagy istentiszteletre? Kimész az ökumenikus napra? Hogy tanúságot tegyél jelenléteddel. Jézus ma téged is tanúságtételre hív. Amen.